és itt van egy újabb hétfő, és ha hétfő, akkor edzősnap. Találkozunk később. Szokatlanul nagy itt a forgalom, tele van a parkoló. Ilyen sem volt még. One hour later. Ezért fájt nekem a fejem tegnap egész nap. Sehol egy felhő, 100 ágra süt a nap. Elérkezett az utolsó forgatási nap. Magyar Csonádra megyek, illetve visznek. Jaj! Tegnap ugye ígértem, hogy eljövök megnézni egy kiállítást, ami itt a hagymaház aulájában van kiállítva. Gérné Mezősi Aranka szobrászművész és művésztanár kiállítását fogjuk most megnézni. Ő egy egyedi technikával készít szobrokat, amelyek szinte lebegnek, nem nehéz a súlyuk. Egyébként ezeket a stílusú szobrait szoborgrafikáknak nevezte el. Több országban is járt a szobraival, ezzel a kiállítással. Franciaországban, Olaszországban, Svédországban és még Indiában is meg lehetett ezt a kiállítást tekinteni. Sőt, még a munkáit múzeumokban is őrzik. Lengyelországban, Olaszországban és még a Kecskeméti Katona József Múzeumban is. Én nagyon érdekes, mivel ugye ezek a szobrok ilyen bronzos, feketés, zöldes árnyalatúak, és a háttér maga, a bent a hagymaházak az aulája pedig fehér. És ez a fehér háttér egy ilyen erős kontrasztot képez a szobrok és a háttér között. Ha szeretnétek ti is megnézni esetleg ezt a kiállítást, egyébként tényleg nagyon megír, nagyon jól néz ki, akkor ezt megtehetitek itt Makón, a hagymaház aulájában. Most nagyon nem fázok, mivel kisütött a nap. Mi azt hittem, izgalmi állapotba kerültél, olyan sokszor kellett felvenned a videóz egymás után. Izgalmi állapotba is kerültem, igen, mert... Ja, még egy valamit elfelejtettem. A művésznél sajnos nem sikerült személyesen megszólítanom, pedig jó lett volna, mivel április 16-án volt ennek a kiállításnak a megnyitója, gondolom akkor ő is itt volt, és én csak most hallottam először elő, hogy egyáltalán létezik ilyen. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket is, ennyi volt a mai vlog. Ha most láttad először a vlogot, akkor kérlek nézd meg néhány korábbi részt, és ha még mindig úgy döntesz, hogy tetszik a vlog, akkor ne felejts el feliratkozni, mivel minden nap töltök fel egy új részt. Találkozunk holnap, sziasztok!
kecskeméti katona... És még a kecskeméti katonai... Katonai... Állj! Tudtad, hogy... Ma van a kézműves fagyinak a világnapja? Nem, de akkor nincsen kézműves fagy. Mi? Nincs? Szívem, ne szállj ki még most. Nem.